Ukrajna 9 megyéjében ősszel is folytatódik az UNICEF, valamint az Oktatási és Tudományos Minisztériumnak közel elnevezésű projektje, amelynek megvalósításában részt vesz az Ukrajnai Futballfejlesztése Jótékonysági Alapítvány és az Ukrán Labdarúgó Szövetség is. Megyénkben a programok szervezésébe a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség is bekapcsolódott. A napokban a program keretében ismét Ungváron tartottak foglalkozásokat a gyermekeknek. Istennek és az ukrán fegyveres erőknek hála elkezdődhetett az új tanév, és sportvetélkedőket is szervezhetünk itt Ungváron. Azt szeretném, hogy az ország minden területén legyenek ilyen rendezvények és programok, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, és mindannyian tovább haladhassunk, akár a sport, akár a tanulmányok terén a kitűzött célok felé. <tosz> A szervező különféle helyszínekre invitálják a résztvevőket, ahol a gyermekekkel fociedzők, orvosok és pszichológusok is foglalkoznak. A szakértők más-más módszereket alkalmaznak a gyermekekkel való munka során. Az egyik úgynevezett aktív módszerünk a művészterápia. A gyerekek színeszterozákkal vagy krétával igyekeznek lerajzolni az érzéseiket. Ezzel a gyereknek elterelődik a figyelme és felszabadul. Időnként a rajzold le a félelmedet gyakorlatot is alkalmazzuk. Ebben az esetben a gyerekek lerajzolják egy papírlapra a félelmüket, majd összegyűrik és kidobják azt, ezzel jelezve, hogy megszabadultak a félelmüktől. І говоримо про те, що все, страху немає. А сюллик і фотошна трьох. Приют четверо дітей. Négy gyermeket hoztam. Úgy gondolom, az ilyen foglalkozások mindig hasznosak, különösen most, a háború idején. Tehermentesíti a pszichét, a mozgás pedig jót tesz az egészségnek. A mozgás, az ismerkedés és az élmények segítenek elvonatkoztatni a helyzettől. A gyerekek ugyanis másként élik meg mindezt, intenzívebben. A foglalkozások a gyerekeknek is tetszenek. Neked miért tetszik a foglalkozás? Mert van foci. És miért tetszik a foci? Mert lehet szaladgálni. Engem a szüleim irattak be ezekre a foglalkozásokra. Tetszik, mert érdekes dolgokat tanulhatok, amelyekre a jövőben szükségem lehet. Mint például azt, hogy miként kell leküzdeni a különféle problémákat. Az aktív programok mellett ajándékok is várták a gyerekeket, amivel a szervezők további részvételre akarják ösztönözni őket.